Dóka Imre az Országos Katasztrófa Főigazgatóság helyettes szóvivője közölte. Jelzés érkezett arról, hogy egy sarkadi, vasút utcai lakóház fürdőszobájában egy ember rosszul lett. A tűzoltók mérései nyitott ablak mellett is kimutatták a magas szénmonoxid koncentrációt. Az épületben egy gázüzemű, átfolyós vízmelegítő és egy fatüzelésű kályha is üzemelt. A baleset idején az épületben többen is tartózkodtak, közülük egy ember életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már megmenteni. Nem kizárt, hogy a tragédiát egy szabálytalan kialakítású kémény okozta, de a baleset körülményeit további vizsgálatok fogják tisztázni. A katasztrófa védelem felhívta a figyelmet arra, ha a lakásban nyílt lánggal működő eszköz van, gondoskodni kell a folyamatos szellőztetésről, a megfelelő levegő utánpótlásról. A tragédiák elkerülése érdekében ajánlott továbbá szénmonoxid érzékelőt használni.